never saw the sun on streets so tender. And some nights they felt like fire, so against going mad. Hey, San Francisco, I've been there before. I kicked down the door at those golden gates. Hey, San Francisco, I've been there before. So near to the shore, I played so far. Sziasztok srácok, én Van Zsolk vagyok. Következő ígért videóval, az M26 Pershingnek a 3 gunmarkos tankelemzésével. Ugye, mint már korábban mondtam, volt, én nem fogok tankelemzést csinálni, csak olyan tankról, amivel sikerült a 3 gunmark. Sokak szerint csak tier-10-es tankot érdemes elemezni, vagy gunmarkot csinálni, de én nem hinném, hogy mindenki tier-10-es tankkal játszik. És alapvetően én úgy látom, hogy minden tank hoz valaki egyszer eljut. Tehát, hogyha valaki végigjátszik egy ágat, akkor érdemes minden tankkal foglalkozni, ahogy Skillfire LTU is szokta csinálni a videókat. Úgyhogy most a Pershingről lesz szó, illetve magáról a Tier 8-as matchmakingről ezzel a tankkal. Ugye a Tier 8-as matchmaking az már egy olyan MMR rendelkezik, hogy sokszor full tier 8-at kapunk, régebben nem volt ez így. És ugye most is, hogyha tier 10-et kapunk, akkor bizony bármilyen prémium tankunk is van a garázsba, illetve bármilyen tankkal is játszunk, akkor az embernek beletörhet a bicskája, amikor ilyen 60 TP-k, meg mouse-ok, meg ilyenek ellen kell harcolni, meg Object 430-u ellen Pershinggel. Na most a Pershing az alapvetően egy jó tank, addig, ameddig mondjuk olyan tier 8, tier 9-ben van. Ha tier 10-et kap, akkor az embernek nagyon-nagyon meg kell válogatni azt, hogy hova megy, már tier 9-be is. Ugye a Pershing az egy olyan Huldan tank, amit toronypáncélre épít, akár csak mondjuk például a T-32, vagy mondjuk a Carneavon AX, vagy a akármelyik másik Huldan tank, csak ugye nekünk itt nincs olyan jó toronypáncélunk, viszont sokkal jobb a mobilitásunk, ugye 49-48-al tudunk közlekedni hegyen völgyön, és ugye a túlélők képességével láthatjátok, hogy 127 mm a toronypáncélzat. Na most az a probléma ezzel a tankkal, hogy ugye nagyon meg kell válogatni, hogy az ember hova megy vele, mert ez a 127 mm hiába ívelt a torony, ez ugye itt ezen a ponton, meg ezen a ponton, meg ugye a kupola, gyakorlatilag még a lövegpajzs is sokszor teljes mértékben átüthető egy tier 9-es és egy tier 10-es tank számára. Na most, hogyha már ilyen tierbe játszunk, akkor érdemes vele csak kipíkelni egy pillanatra, lőni és visszavonulni, és nem kockáztatni azt, hogy lőjenek. Alapvetően az, hogy ez a tank ugye Huldan tank, ami mínusz 10 fokos lövegkitéríthetőséget jelent, ami már azért egy elég szuper, ennyire lehajtott csőlehajlást jelent. Ezzel már igazából akármilyen pályán lehet játszani. Tehát maga a tank az nagyon emberbarát, hogyha a lövöldözésről és a pozíció felhasználásról van szó. Ugye a 0.32-es szórás 100 méteren az teljesen jó, tehát ez egy igen pontos tank. És a 1.99 célzás sebességet azt igazából nem mondanám, hogy meg kell várni. Én ezzel a felszereléssel használtam, amivel látjátok, tehát gyakorlatilag szellőzéssel, távcsővel és függőleges stabilizátorral, illetve szellőzés direktívával, és ezzel ugye látjátok, ezek az adatok érvényesek, ez a 2027-es DPM, ami elég gyenge, azt kell, hogy mondjam, tehát a DPM a tankunknak az nem valami jó, mert ugye a löveg újra töltés is 8.45, ami eléggé nagyon sok a 240-es alfához képest. Tehát, hogyha megnézitek a T20-at, akkor annak is ilyen 1900-2000 körül van, hogyha rajta vannak a felszerelések, az átlag sebzés per perc. Tehát a T20-nak, gyakorlatilag a 7-es tanknak majdnem megegyezik a DPM-e a Tier 8-as tankkal, ami azért elég vicces, hogy egy Tier 7-es DPM-ű tank adatait kapta az ágyú, illetve a löveg. A felderítése az viszont 517 méter lett ezzel a beállítással. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenkit látunk. Tehát, hogyha bemegyünk egy központi pozícióba, és tudunk vele spotolgatni,
és lövi a csapatunk a spotot, akkor nagyon-nagyon jól lehet vele asszisztot gyűjteni. Ugye látjátok, hogy 2177-et kért a 3 gammákhoz, most majdnem 90%-os, és 2197-et, mondjuk, hogy 2200 vele jelenlegi átlag kombinált sebzése, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy ez a tank, ez 617 spotot szoktam, és 1556-ot lőni vele átlagba, ami nem tűnik soknak, mert nyilvánvalóan van, hogy 2000-et lőünk, van, hogy 2005-öt, van, hogy kevesebb a spot, van, hogy több a spot, de ugye ez a 2200, ez nem egy nagy teljesítményt kíván, úgymond ezzel a tankkal. Ez, azt gondolom, hogy ez egy viszonylag könnyen gammárkozható tank. Ez volt a első Tier 8-as médium tankom, azért is akartam legammárkozni, ugyanúgy, mint a T20-at, tehát ez az első vonal, amit a játékba elkezdtem annó 2014-be. És azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobb jó tanácsom ehhez a ághoz az, hogy az embernek nagyon meg kell tanulni a dupla bokor használatot, illetve a jó spot pozíciókat és a jó útvonalakat. Ez az ág nagyon jól tanítja az embert arra, hogy mit kell csinálni egy csatában ahhoz, hogy az ember mindig harc közelben maradjon, de ne közvetlenül első vonalba harcoljon. Igazából, hogyha ezzel valaki jól megtanul játszani, akkor valamilyen szinten már fog tudni lightozni is, és valamilyen szinten fog tudni support medezni is. Ráadásul valamilyen szinten mondhatjuk, hogy a toronypáncélzat miatt megbocsátja a hibákat. Hogyha véletlenül Tier 7-et kaptok, vagy Tier 6-ot ezzel a tankkal, akkor teljes mértékben lehet a toronypáncélra építeni, és akkor lehet vele darálni. Még Tier 8-ba is azt mondom, hogy lehet vele egy kicsit agresszívabban játszani, viszont Tier 9-be és Tier 10-be mindenképpen óvatosságra intenék mindenkit, mert elég gyakran modulosodik a tank, tehát ha meglövik, akkor kap frontális találatnál általában vezetőt, amoreket itt a torony oldalon, ágyút is elég gyakran ellövik. Nekem majdnem minden negyedik, ötödik meccsen volt egy sárga ágyú találatom, hogyha eltalálták, és akkor javítgatni kellett állandóan a tankot. Ráadásul, mivel elég nagy a track, ezért elég gyakran trekkelődik a tank, hogyha eltalálják akárhol. Emiatt mondjuk sokszor föl is veszi a track magát a oldallövést, ugye ezzel a tankkal lehet valamilyen szinten, ilyen szögbe még sidescrape-elni is, mert ez a nagy track, ez simán elnyeli a találatokat. Tehát, hogyha így kijön valaki innen így a faltól, így meglibegteti a tankot, akkor Tier 8-ba abszolút lehet még vele akár ilyen kisebb szögű sidescrape manővert is csinálni. Nem azt mondom, hogy úgy, mint egy, mit tudom én, mint egy T-54 mod 1-jel, de azért lehet. Úgyhogy tovább is megyünk a csatára. Nos, itt is vagyunk az első videóval, amiben szeretnénk prezentálni, hogy mit is lehet kezdeni ezzel a Tier 8-as amerikai közepes tankkal. A pálya ennek a tanknak egyébként ideális, Minsk. Ugye itt lehet huldánozni, illetve lehet jobbra-balra flankelni. Ugye ez az egész tank alapvetően arról szól, hogy nem pontosan szemből frontálisan kell megküzdeni az emberekkel, hanem úgymond szögeket gyártani, magyarul ilyen flankelési lehetőségeket kialakítani. Ugye, mint a garázsban is említettem, a prémium lőszere az 1219 méter per szekundummal 268-as átütéssel, az alaplőszer pedig 190 mm átütéssel 975-tel. Itt már igen közel álltam a 3 gammákhoz, ugye most a gammák mod az nem az a mostani aktuális szintet írja, és nem a akkorit. De ha jól emlékszem, akkor ilyen 94% körül volt ennél a csatánál, úgyhogy nyilvánvalóan prémium lőszer spammolás fog zajlani. Itt ugye ki tudtuk spotolni az Indian Panzert, és ez a tank ez képes arra, hogy kinézzen, csak így egy pillanatra is ellőjük a tankot, de sajnos nem tudtuk átütni, úgyhogy ez egy gyenge próbálkozás volt. De ez is jól mutatja a tanknak képességeit, hogy ha nem is a dobról teljesen szembe egyenesen ki tudunk nézni, de oldalra nagyon könnyen le tudunk nézni egy akármilyen dobról vagy tereptárgyról. Megpróbálkoztunk egy blindolással.
amivel majd szeretnék videót csinálni a lőszerekről is, meg a blindolásról is, hogy működik ez az egész. Ugye a Arctic-ra számítunk, hogy ott állnak fönn, és azokat próbáljuk ellőni. És itt igazából abban reménykedtem, hogy előbb-utóbb kialakul itt valamiféle hiba, vagy valamiféle hibázás, ami miatt én el tudok lőni valakit. Akár a Light-ot, akár a Indian Panzert, akár akárkit. A EBR az sajnos pont elhagyta a helyszínt. Egyébként ez működni szokott itt ez a kinézés, és akkor egy ilyen gerilla módszerrel bele lehet marni itt egyet egy ellenfél vagy egy ellenséges tankba, teljesen jól működik. Ugye a Pershingnek nagyon jó a ágyúja, tehát nem mondanám, hogy össze-vissza lő, ez egy kifejezetten jó ágyú. Már úgymond egyfajta a fölkészítése nekünk a M48 paton és a M46 patonos ágra. Ez a lövés ez lecsúszott, ugye a Panther ment jobbra-balra és nyilván nem tudtam ellőni. De semmi probléma, mert adtunk neki még egy trekket, és innen igazából véget is ér a kicsi élete. ...697 sebzéssel vagyunk, és ugye látjuk, hogy a Guard az itt furikázik. Úgyhogy kimegyünk, és azonnali hatállyal beleverünk egyet, úgyis elfelé hagyja a helyszínt, 313 HP-t benne hagyva. És meg 949 sebzésünk van. És ugye látjuk, hogy a T-44 100-ot furikázik mögöttünk. Ki is tudtuk iktatni. Látatlanul, ugye tudtuk, hogy ott áll. Épp abban a pillanatban spotolódott, abban a pillanatban mentünk bele a látókörünkkel, amikor már elsütöttük az ágyút, de ugye ki tudtuk számítani, hogy nagyjából merre lesz. És itt ebben a pillanatban tökéletesen láthattátok, hogy a 257-re is milyen szinten ki tudtunk lőni. Tehát csak úgy fölmentünk és azonnal el tudtuk lőni a tankot. Úgyhogy ennek a tanknak a legnagyobb fegyvere az ez a huldán képessége és maga az ágyú. Ezt igazából, hogyha pozícióba hozza az ember ezt a tankot, akkor kiválóan lehet vele farmolni, meg illetve sebezni a népet. És megpróbálkozunk egy-egy ilyen kipíkelős, huldános pozícióval, de rájöttem, hogy igazából ezt a bizontét, meg ezt a többi tankot így erőltetni, így huldánba, azt értelmetlen. Így is kaptunk 75 spotot, ami meg nyilván nem sok értelme volt, de kaptunk. Ugye alapvetően az a probléma, hogyha prémium lőszert lőnek, vagy hogyha jól találják el a tornyot, akkor sajnos nem sok védelmet nyújt a toronyfront, tehát hiába a huldán tank. Egy bizonyos szint után ez a tank egyszerűen nem elég erős. Itt igazából a szerencsém volt, hogy be tudtam ütni az oldalát, itt pedig már direkt a hátulját célozzuk a tanknak, ugye. Próbáljuk a 257-et lefarmolni, mielőtt rárásol a másik 257-re. A 777-et sajnos nem tudtuk meglőni, ugye annak eléggé trollott a oldal páncélzata, de cserébe kaptunk bele 106 spotot, és ebbe a szögbe pedig már be tudtuk ütni. Úgyhogy most már 2636 kombináltal vagyunk, amit igazából, hogyha tartani tud valaki, akkor mindenféle különösebb probléma nélkül le tudja gemmárkozni ezt a tankot. Nem mondom, hogy olyan egyszerű le 2636-ot tartani, pláne hogyha kapja az ember a tier 10-et, tier 9-et, mint ugye most is, akkor nyilván lehetne problémák, de máskülönben egyébként ez egy teljesen jó tank. Ugye az alsó lemez az prémium lőszerre nyilván abszolút beüthető, ráadásul megkaptuk a spotot is, úgyhogy már 3062 kombinált, és azt kell mondja, hogy itt ezeket a nehéz tankokat javarészt mi tartottuk vissza, nem a 257. Ráadásul ugye beformoltuk itt ezt az oldalt is nagyobb távolságból. Úgyhogy ez egy kiváló bizonyítéka annak, hogy egy tier 8-as medium tankkal is közelharcba is helyt lehet állni. Itt nem akartam visszakivenni az EBR-re, mert a EBR-nek sokkal jobb a látótávja, úgyhogy igazából azt vártam, hogy valaki meginduljon, de aztán láttam, hogy az IS az vérszemet kapott, és megindult egyenesen.
Ugye még ebbe a pozícióba is, itt, ahogy fönnfurikáztam, még innen is spotolni tudott a IKV, meg a Indian Panzer, aztán nem akartam erőltetni a dolgot. Azért is állunk itt közvetlenül a fal mellett, hogy megvárjuk, amíg lejön a spot, mert ugye a két arti az be tud ide ejteni, hogyha szerencséje van, vagy valami olyan pozícióba áll. Közben a 274 az már írkál, hogy mindenki loser, gondolom meghalt. Természetesen meghalt. Bírom az ilyen önjelölt embereket, akik miután meghaltak, utána kezdenek el SMS-ezgetni, meg csetelgetni a csapatnak. India Panzer az sajnos leesett oda a gödörbe, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a bizontét kellene kiiktatni. Ám útközben találkozunk, ugye a Su-14 meglepetés csomagolott hátul, úgyhogy őt el is lőjük. Realizálta, hogy bajban van, meg akart indulni, de letrekkelték, és ennyi volt. 3414 kombinált. És igazából az volt a terme, hogy valahogy a bizontét kéne bántani, hogy ne maradjon életbe. Úgyhogy a csatának a nagy részében nyilván ő volt a legnagyobb probléma, már a bizonte. Ő többször, ha jól emlékszem, akkor több lövést is adott le ránk. Ráadásul többnyire egész jó pozícióból mozgott. 3000 csatája van a kollégának, most nyitotta a karácsonyi dobozból. És igazából itt elkövetek egy nagy hibát, kimegyek a bizont elé és belő, viszont én be tudtam lőni az alsó lemezét, és hála Istennek időbe hátrálok, elmisszelte ezt a lövést. Gondolkoztam, hogy visszamenjek rá vagy ne, és arra jutottam, hogy teljesen értelmetlen. Inkább megvárom az RH-met, vagy megvárom, amíg hibázik egyet. Itt abban reménykedtem, mivel nem tűnt túl tapasztalt játékosnak, hogy értem jön, és ki fog itt píkelni. Ez volt az ötletem, és meg is tette. Ami meglepő volt számomra, tehát nem gondoltam, hogy így oldallal ki fog jönni, de megtette, úgyhogy 3884 kombinált, és továbbra is azt várom, hogy nehogy esetleg az arti ide lőjön, azt vártam, hogy lejöjjön az arti spot. Itt ezen a ponton úgy gondoltam, hogy már nem fogunk találkozni senkivel, úgyhogy megindultunk. Indian Panzer és Steyr VT vadászatra, aztán megláttam, hogy M12-ben van a sarokba. Ugye a Indian Panzer az kiiktatta a jagdpantert. És igazából nagyon megörültem, mert itt rájöttem, hogy ha ráállok a kepre, és beállok egy bokorba, akkor ezek az illetők, ezek értem fognak jönni. Na azt gondolják, hogy még nyerhetik a meccset. Ezért följöttem itt a dombra, belefordultam a kebbe, kidöntöttem itt ezt a két fát, építve egy frontális fedezéket, és visszább tolattam, ugye a bokrok árnyékával, úgyhogy ne kapjunk spotot. És meg is jelent a kolléga. Elkezdünk tolatni, dupla bokrot használva, ugye így már nem tud minket kispotolni, és kapott egy track plusz damage-et, teljesen visszajövök cooldownba, semmi esélye rá, hogy eltaláljon minket. Kapott még 201-et. És az M12 kifégezte. Na mondom, jól van, akkor 29 másodperc, biztos nem fog jönni senki más. Én igazából el voltam a kepen, mert már 4346 kombinált volt. Ezt úgy döntöttünk, hogy mégiscsak kimegyünk. Közben megjött az RH-m is, úgyhogy lehetetlenség, hogy elveszítsük ezt a csatát. Most van 1 perc 13-unk arra, hogy érte menjünk a Indian Panzernek. És pontosan nem tudom, hogy mi volt a tervem, mert már nem emlékszem, ez egy régebbi csata. Azt gondoltam, hogy az Arctic-ért fog menni a Indian Panzer. De ha jól emlékszem, akkor valahol itt fog furikázni. Pingeltem is az Artinak, hogy majd nézzen oda, valószínűleg ott fog megjelenni. És képzeljétek-e, nem. És kapáslövésből ellőttük. Úgyhogy ez egy elég érdekes meccs volt. Remélem hasznosnak találtátok a TAM bemutatót, és tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl. Ván Joke voltam. Sziasztok!